Ragyogtak rám a fényes csillagok, sej megtudták, hogy árva kislány vagyok. A szadai templom tetejére rászállott egy holló feketére. Valamennyi kis szadai legény, mindegy forma. A szadai kis szadai templom tetejére rászállott egy holló feketébe. Nátor babám az ismeinket gyászol, el akarnak, de nem lehet tiltani egymástól. Köszönjé, tétetik! Tudatom most mindenkivel hangosan, hogy születi bál lesz a faluban. Jöjjön a falu népe vigadni, a születi bálban nagyot mulatni. Mert a vígság űzi el a bánatot, gyertek, mulassunk egy nagyot! Összeéri babám a fekete szőlőt, te voltál az igazi szeretőm, bocsáss meg, ha valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedtem. Kinek varrod babám azt a csipkés kendőt? Néked varrom, hogy legyél szeretőm, négy sarkában négy százszagoshoz maringot, közepébe babám, hogy a tied vagyok. Négy sarkában négy százszagoshoz maringot, közepébe babám, hogy a tied vagyok. Fecske, madár, szállom,
kezdtem fájni. Jöjjenek velünk a mulatságba! Megyek, nem maradok e tájon, hogy a babám szíve értem ne fájjon. Mert a babám szíve értem nagyon fáj. Szőkét szeretek, de a barnak a csintre. Jó bort iszom én, jó fával tüzelek. Kis szadába legszebb legény szeretek. Olyan annak a két szeme járása, mint az égen a csillagok ragyogása. Olyan annak a két szeme járása, mint az égen a csillagok ragyogása. A szadai bírónak jó két lapát mondanak, ellopnám az éjszaka, hogyha rám bírónak. Kezd a hajnál vasalni, jön a zsandár vasalni. Hát de vasat ver a gyenge kezemről, úgy visznek az egyesben. Egyesben a kettesben, a kettes közepébe. Gyere, babám, bájtsál ki, ne hagyjál elervadni. Kiváltalak ki, ne hagynak elervadni. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Rozmarin, ne szakadt róla marling, van már nékem kedvesem, kinek a jasson. Köszi lététet, és mondom most mindenkivel hangosan, Türeti bál van a faluban. Jöjjön a falumét éppen vigadni, a Türeti bálba nagyot mulatni, mert a vígság űzi el a bánatot. Jöjjenek, mulassunk egy nagyot! Ősszel érik babám a fekete szőlőt. Te voltál az igazi szeretőm. Bocsáss meg, ha valaha vétettem. Ellenedre babám rosszat cselekedtem. Kinek varrod babám azt a csipkés kendőt? Néked varrom, hogy legyél szeretem. Négy sarkában 400 szagos rozmaringot. Közepébe babám, hogy a tied vagyok. Négy sarkában 400 szagos rozmaringot. Közepébe babám, hogy a tiéd. Fecske madár szállott a vasútra, Isten veled babám utoljára. Isten veled nem fogsz többé látni, tudom fog az árva szívem várni. Fecském, fecském, hol jártál az el? Láttam-e a szeretőnek a lábelet? Láttam bizén a házatok előtt járni. Elkezdett az árva szívem fájni. Láttam bizén a házatok előtt járni. Elkezdett az árva szívem fájni. Földre csíkosnak. Hát a csíkos választok magamnak. Szilaj csíkor és az a borája. Sej, vajon, hajon, az a gyerek hozzád kis szadába. Szilaj csíkor és az a borája. Sej, vajon, hajon, az a gyerek hozzád
hozzád kis szagába. Vétem, 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 terem most. Azt gondoltam, nékem nevet anyám, nékem nevet másnak akar adni. Fáj a szívem, meg akar hosodni. Köszönjé tétetik! Tudatom most mindenkivel hangosan, szüreti bál van a faluban. Jöjjön a falu népe vigadni, a szüreti bálba nagyot mulatni. Mert a vígság űzi el a bánatot, hát jöjjenek, mulassunk egy nagyot! Őszerénik babám a fekete szőt, te voltál az igazi szeretőn, bocsáss meg, ha valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedtem. Kinek varrott babám azt a csipkés kendőt? Néked varrom, hogy legyél szeretőm. Négy sarkában, négy száz szagoshoz maringot. Közepébe babám, hogy a tied vagyok. Négy sarkában, négy száz szagoshoz maringot. Közepébe babám, hogy a tied vagyok. Isten veled, babám, utoljára, Isten veled, nem fogsz többé látni. Tudod, hogy a szárban nem állni. Becsém, becsém, újjátál az este. Láttam-e a szeretőmet valamelyre?
énekelnek, énekelnek. Láttál-e már ennél szebbet? Dió, rigó, mogyoró, mustalteli kiskancsó. Sose láttam szebbet. Az öregnek aszubor jár, gyerekeknek must csordogál. Dió, rigó, mogyoró, szüretelni, jaj de jó, ígyunk erre egyet. Takács Gyula szüreti rigmusával köszöntjük a szadai szüretelőket, tisztelt jelenlévőket. Régen ilyenkor a szadai szőlőhegy is megélénkült. Tréfálkozás, hangoskodás, énekszó hallatszott mindenfelől. A szüreti munkák végén a szüretelők a hegyről levonulva szüreti koszorút hoztak a vállukon a szőlős gazda házához. Ott megvendégelték őket, este pedig szüreti mulatságot tartottak. A szüreti koszorút ma a Cibere Tánc Együttes hozta el, és Petrák Árpád alpolgármester úr fogadja. Mindenkivel hangosan, szüreti bál van a faluban. Jöjjön a falu népe vigadni, a szüreti bálba nagyot mulatni. Mert a vígság űzi el a bánatot, gyertek, mulassunk egy nagyot! Főszerén itt babám a fekete szőr, te voltál az igazi szeretőn, bocsáss meg! Cibere Tánc Együttes tagjainak, hogy jókedvű énekekkel, tánccal hívogatták szadalakóit a szüreti ünnepre, mulatságra. A szüreti felvonulás lovasainak köszöntésére, az emléklapok átadására felkérem alpolgármester urat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megújult lovas szakosztályt. Mindig örömmel tölt el, hogy részt vesznek a falu rendezvényein. Nagyon szép és különleges színfoltja a szüreti felvonulásnak. Egyben köszönetet is mondanék a felvonuló lovasoknak, hiszen erre az alkalomról felkészülés sok munkával és idővel jár. Köszönöm a polgármester úr és a képviselőtestület nevében is a részvétüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Melyik volt? Itt volt a kérdés. Nem volt. Hagyományainkhoz híven a Szadai Szüreten értékeljük a Virágos Szadai Mozgalom egész éves munkáját, és átadjuk a Takarosport a címeket. Az eredmények kihirdetésére kérem Agócsné Faludi Andreát és Petrák Árpád alpolgármester urat. Szada Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2011. szeptember 1-i ülésén alkotta meg a Takarosporta és a Legszebb Utca cím alapításáról szóló rendeletét. A Takarosporta cím adományozható annak az ingatlan tulajdonosnak, illetve használónak, akinek az ingatlana és az azon található épület, kert, udvar, valamint az ingatlan előtt található közterület megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanon keletkező növényi hulladékot komposztálja. A pályázó a településen található folyékony és szilárd hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi, és helyi köztartozása nincs. Ingatlana építési engedély alapján épült, környezete parlagfilmentes. A szakmai munkacsoport idei évben is megtekintette, fotózta és értékelte a beérkezett pályázók kertjét, környezetét. A munkacsoport javaslatát, valamint a képviselőtestület véleményét figyelembe véve, polgármester úr idei évben is meghozta döntését. Hagyományos falusi porta kategóriában második helyezett Horváth Jánosné, Szabadság utca 28 szám alatti lakos. Marikáék kertjénél értékeltük, hogy az előkert fajgazdag, az évelők és az egynyári virágok aránya jól megválasztott. A betőmagot és a virágmagot saját szedésből gyűjtik, zöldséges kerthez a palántákat maguk nevelik. Környezettudatos gazdálkodás folyik a területen, esővizet szintén gyűjtik, a növényi hulladékot komposztálják, a komposztból előállított földet visszaforgatják és múcsoznak. Hagyományos falusi porta kategóriájában első helyezett Berze János, Dózsi György út 6/B alatti lakos. Lidinénél kertjénél a következőket értékeltük. Az utcafront szépen gondozott, egynyári virágokkal beültetett. Az előkertben régi, önvető magyar fajtájú virágokat ültettek. Zöldséges és gyümölcskert rendkívül fajgazdag, minden megtalálható, ami községünk klímáján felnevelhető. Üvegházzal és hidegágyással, földpincével egészül ki a kert. Palántákat is maguk nevelik. A kiültetéseknél a vetésforgó és a növénytársítás technológiáját is alkalmazzák. A növényi hulladékot komposztálják, esővizet gyűjtik, régi gyümölcsfajtáink közül például a szőlővel élő barack is megtalálható a kertben. Köszönöm, Andrea. Először is szeretném annak megköszönni, vagy azoknak a falusi embereknek azt a akaratát, vagy jó indulatát, akik beneveztek, mert tulajdonképpen nem mi neveztük erre a pályázatra magunkat, úgy neveztek, úgyhogy köszönöm a benevezőket, vagy köszönöm nekik, hogy beneveztek, és magának a bizottságnak és a polgármesteri hivatalnak is, hogy ezt a címet megkaphattuk. Köszönöm! Díszkert kategóriában harmadik helyezett Zsigriné Horváth Csilla, Székely Bertalan út 7-es szám alatti lakos. A következőket értékeltük, igazi négy évszakos kert. Tökéletesen összeválogatott növények, harmonikus kert kialakítás jellemzi. Az arra sétálott a látvány és a virágillat mindig megállásra készteti. A kert végében apró gyümölcsös került kialakításra, jól kihasználják a patakmeder adottságait és klímáját is.
A kert a Székely Bertalan kert szomszédságában hozzájáró községünk szép, virágos összképéhez. Díszkert kategória második helyezett, Nagy Jenőné, Szabadság utca 38 szám alatti lakos. Kertjénél a következőket vettük figyelembe. A telek szintkülönbségét támfalas megoldással oldották meg. A támfal harmonizál a terasz elemeivel, rajta változatos egynyári beültetések láthatók. A támfal előterében hangulattavat építettek csobogóval. A beültetés rendkívül fajgazdag és természetes környezetet utánozza. A felső szinten egynyári virágágyásokat alakítottak ki. A kert végében emeltágyásban veteményes található. A növényi hulladékot ők is komposztálják, az utcafront szintén szép, gondozott és beültetett. A Szabadság utca pálinka főzde, Szabadság utca diósok szakaszon kialakított hosszú ágyást is Ica néni gondozza és tartja évek óta rendben. Köszönjük szépen! Köszönöm! A fasor és a hosszú ágyás gondozásáért, mivel községünknek gyakorlatilag ez a legszebb ágyás a jelen pillanatban, és fáradhatatlan munkájáért a polgármester külön elismerésben is részesítette Ica nénit. Díszkert kategóriában első helyezett Szűcs Sándor, Csapás utca. Sándorék kertjénél a következőket vettük figyelembe. Az utcafront és a belső kert saját tervek alapján és saját önerőből valósult meg. Igazodik a lakóépület stílusához. A kertben egy épített tó, csobogó, békés hangulatot teremt. Az egynyári virágok, évelők, virágos évelők és örözöldek aránya kiegyensúlyozott. A komposztot gyűjtik, újra hasznosítják. Rendkívül szépen gondozott kert. Sanyikám, gratulálok! A beérkezett pályázatokat és környezetünk szépítésért végzett munkájukat nagyon szépen köszönjük. Kertjei gondozásához további sok sikert, jó egészséget kívánunk! Gratulálunk a díjazottaknak! Az idén 5. alkalommal hirdettük meg a szabadtéri tűzön főtt ételek versenyét, és 2. alkalommal a házi sütemények versenyét. Felkérem a főzőverseny zsűri csapatát, Szűcs Sándor elnököt, Petrák Árpádot, valamint Pintér Lajos zsűritagokat, adják át a díjakat, az arany, ezüst és bronz fakanalakat, és a vele járó ajándékutalványokat. Hát közel egy óráig zsűriztük a munkákat, rendkívül finomak voltak az ételek, nagyon nehezen tudtunk választani, mindet úgy, hogy szívesen megettük volna, ha bírtuk volna. De megkóstoltuk, elbíráltuk, nagyon szoros pontversenyek alakultak ki, még utána is hosszan vitatkoztunk rajta, hogy döntsük el a helyezetteket. Hát nem volt egyszerű dolgunk, de azért sikerült meghozni a döntésünket, és a szakmai részére fölkérem a Szűcsőt, hogy mondja a szakmai részét. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves kilátogatót a mai napon, illetve hát a csapatokat, akik beneveztek és nem spóroltak ki sem időt, energiát ebből a mai napból. Idén a tavalyihoz képest több csapat nevezett, tavaly sajnos az időjárás, ugye, mint tudják, meg tudjátok, elmosta ezt a versenyt, de hát idén kárpótolt minket, mint ízben, mint csapatok, nevező csapatok tekintetében. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy kilátogatott. Valóban remek ételek voltak, és tényleg, ahogy alpolgármester úr említette, azért nem kis fejtörést okozott, hogy hogyan is döntsük el, hogy ki lett az első 3 legjobb helyezett. Természetesen mindenki eredményt ért el, hiszen elkészült az étele, zsűrizhető volt, értékelhető volt, nagyon finomak voltak, de hát ez egy verseny, és nyilván el kell döntenünk azt, hogy ki a 3., a 2. és az 1. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor
mondanánk is, hogy hogyan alakult a mai verseny. A harmadik helyezett Csilis Csülkös Bab kreációjával a Sörös Fiúk csapata, úgyhogy megkérném a képviselőjüket, úgy látom, talán Nagy Peti barátom, mondhatjuk. Légy szíves, gyere, és akkor vedd át képviselő úrtól a oklevelet. Köszönjük szépen, gratulálunk a harmadik helyhez. Nagy tapsobot a Sörös Fiúknak. Második helyezett jutúros strapacska cigány lecsóval elnevezésű ételünk lett. A nyugdíjas klubból Galambos Sámuelnét kérném szépen, hogy fáradjon ide a színpadra, nem tudom, hogy hol, merre van. De hát a második helyet ők szerezték meg, ez a igen ízletes étellel. Várjunk, akkor menjünk tovább, mert nem látom. Hát szerintem akkor a díjat majd átadjuk egy kicsit később. És akkor nézzük, hogy hogyan ért véget a mai verseny, ki nyerte meg. Első helyezett lett Napsugár Végető című étel kreációjával a Napsugár Köz csapata, és kérném Szili Laurent urat, hogy fáradjon ide a színpadra, és vegye át a alpolgármester úrtól az oklevelet. Illetve tőlem, bocs. Köszönjük szépen, további szép napot, jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Gratulálunk a díjazottaknak, és folytassuk is a süteményekkel, ugyanis most kiderül, hogy ki nyerte a Szada legjobb süteménye 2016 címet. Kérem a zsűri tagjait, Illés András Néverát, Weiss Magdolnát és Verébné Kovács Rozáliát, hogy ismertessék az eredményeket. Nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri. 16 féle süteményből kellett választanunk. Szívünk szerint mindenkinek adtunk volna díjat. Figyelembe vettük a sütemény ízét, küllemét, meg azt a három dolgot, aminek meg kellett felelni, hogy házi legyen, kelt legyen, és idén gyümölcs legyen benne. Így a harmadik helyezett Török Istvánné hagyományos szilvalekváros bukta szadai módra. Várjuk Török Istvánnét. Második helyezett Csák Mónika, szőlőlekváros bucia. Kérjük Mónikát. Az első helyezett keltészta szilvalekvárral, Seresné Krisztina, aki sütötte, nem tudom, Krisztina, itt van-e? Gratulálunk a helyezetteknek. Majdnem megettük még. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm. És várjuk a második helyezettet. Várjuk Török Istvánné harmadik helyezetet, hogyha ide jönne, akkor átadnánk neki is az oklevelet. És akkor bele is vágunk a műsorokba. Elsőként egy család következik majd. Ígértünk éneklést, táncot, hangoskodást, aminek most jött el az ideje. Szüreti hagyományőrző műsorunk következik. Sárközi szüreti összeállítással nyitunk a Taba családdal. Taba Csaba, Fejér Erika és fiúk Taba Mátyás előadásában. Fogadják őket nagy szeretettel.
játékokkal készültek a szadai óvodások. Idén a süni csoportot hallhatjuk, láthatjuk. Ovó nénik, Fődi Szilvia, Erdély Erika és a Dajka néni, Magyar né Ilonka. Fogadják őket nagy szeretettel. Három, te vagy az én párom.
hagyományainkhoz híven vendégeket is hívtunk. Ezúttal a gödöllői, besnyői botorkálókat a Damjanics János általános iskolából. Tanáruk Benedek Krisztina. Második, harmadik, negyedik és ötödik osztályos tanulókból 5 éve alakultak. Azóta sok iskolai, városi rendezvényen szerepeltek már, többször felléptek a gödöllői szimfonikus zenekarral is, táncos közreműködőként. Nagy szeretettel vártuk őket ide Szadára is, úgyhogy nagy tapsot nekik! Szépen a virtuóz táncot a fiúknak. Hát ha így folytatják, akkor nagyon ügyes felnőtt táncosok lesznek, úgyhogy irigyelhetjük is őket. Műsor végén a Szadai iskola mutatkozik be. Első B, második B, harmadik B és a negyedik AB osztályok őszi játékösszeállítása következik. Tanítók Tasi Beáta és Pénzesné Darvasi Judit. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Kedves megjelentek! Műsorunk elején Gellért püspök egyik legendáját jelenítjük meg. Ezután az ősszel, a szürettel, a betakarítással kapcsolatos énekek, táncok, csúfolódók szólalnak meg. Fogadják szeretettel műsorunkat! Egyszer Gellért püspök a királyhoz igyekedett társával. Rájuk esteledett, egy erdős részen tértek nyugovóra, elaludtak, de egyszer csak nagy
Jaj, de jó! Hozzá kenyér, friss dió! Dió, nálam szól a nóta! Táncolunk már reggel óta! Születelünk, mustat iszunk! Három napig így mulatunk! Thank you.
fazékot igazgatom én, mint a tüle a fazékot igazgatom én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyon leszek én, apámnál is, anyámnál is nagyon leszek én. Thank you.
bárány kaskóda. És tehát a második számú, nagyon ügyesek voltatok eddig, de most egy kicsit még megnehezítjük a dolgot, jó? Ebből ihat szó, mert látom 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 szó, mert látom
te kedves szomszédomnak ebből éppen elhagy. Akár iszol, akár nem, még sincs otthon vége. Mégis korhely a neved, ne törődj hát véle. Ebből ihatsz jó ízőt, mert látom szomjus vagy. A te kedves szomszédomnak ebből éppen elhagy. Ebből ihatsz jó ízőt, mert látom szomjus vagy. A te kedves szomszédomnak ebből éppen elhagy. Szép asszonynak jó borát, tudom megint nád még. Kocsmába is azért jársz, mert feleséged vég. Ebből ihatsz jó ízőt, mert látom szomjus vagy. A te kedves szomszédomnak ebből éppen elhagy. Ebből ihatsz jó ízőt, mert látom szomjus vagy. A te kedves szomszédomnak ebből éppen elhagy. Tudom, hol lakom, voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelő,
szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt az autó mögött nem néztem. A sötét sarokban, nyilvános vécében, kerültem egy kávéházba, a bulgai elkélyek, a hívott jobbozó, mert én nem kalandó, halló.